Sziasztok! Majonézt fogunk ma készíteni házilag. Ez egy nagyon-nagyon gyors dolog, nem lesz hosszú műsor. A keverőtálban 3 darab tojás sárgája van, ez mai születésű tojás. A héját jól megmostam, és a sárgáját tettem a keverőtálba, és mindjárt hozzátettem 50 g mustárt is, mert így könnyebb lesz majd a majonézt kikeverni. Kerül majd bele, ugye amivel kikeverem, az 300 g szőlőmagolaj. Valamilyen semleges ízű olajat kell használni, és mivel az általánosan elterjedt, finomított napraforgó olaj az ugyan semleges ízű, de mégis vegyi eljáráson megy keresztül, ezért azt hanyagoljuk, és mi a szőlőmagolajat találtuk ide megfelelőnek. A hidegen sajtott napraforgó olaj se lett volna rossz, csak nagyon erős, nagyon finom, de nagyon erős szotyi íze van. Az olajjal fogom majd kikeverni, és végül ízesítésként belekerül még 30 g citromlé, ezt most facsartam ki, és 20 g porcukor. A 20 g porcukorhoz hozzámértem még 4 g sót is. Ezek a végén fognak belekerülni. Most pedig elkezdem a zajongást. Fontos, ezt már mindenki tudja, hogy apránként kell hozzáadni az olajat, először cseppenként, majd vékony sugárban. Megkapja a citromlét. A cukrot és a sót is belekeverem. Gyakorlatilag elkészültünk, amikor simára keveredett a mi családunk ízlése szerint van beállítva. Tehát lehetséges, hogy te még igazítasz rajta citrommal, cukorral, sóval, nekünk ez így ízlik. Úgyhogy elkészültünk a majonézzel, fogyasszuk egészséggel!